A József utca Budai út kereszteződésében nem lehet jobbra kanyarodni az autósoknak, egy 1992-es ivóvízvezeték hibásodott meg. A Fehérvíz szakemberei miután észlelték a csőtörést, megkezdték a helyreállítást. A helyszíni ellenőrzést megkezdtük. A hiba behatárolása érdekében szivárgáskereső műszerrel méréseket folytattunk, majd a közlekedési irodával a forgalomtechnika kialakítására vonatkozó egyeztetéseket megkezdtük. Péntek délelőtt az ideiglenes forgalmi rendet kihelyeztük. A csőrendszer javítása befejeződött, és mostanra az útburkolat helyreállítása is készen lett. A vízszolgáltatás helyreállítása érdekében a meghibásodott vezetékszakaszt leválasztottuk, a megfelelő állapotú vezetékszakasz végét ideiglenesen ledugóztuk, így a felhasználóink részére a vezetékes vízszolgáltatást biztosítani tudtuk. Május 4-én szombaton a földmunkavégzést tovább folytattuk, és a meghibásodott vezetékszakasz teljes hosszában feltárásra került. A forgalomnak a munkaterületet pénteken délelőtt adják vissza.